Na hát ez az a halastó, amiről beszéltem. Az ott nagy horváti. Ebbe elvileg fürödni se, meg petálni se szabad. Most a végül is, mint tudok, kiderült a polgármesterné, az, akivel én tegnap beszéltem, és hát igen, azért vannak így beindulva, mert a nagy horváti most már pusztul ki, ugye. Az emberek költöznek el, nincs busz, járat se semmi, úgyhogy jó lenne, ha valaki kiköltözne oda, ugye. Csak hát igen, azt sem tudom, hogy igazából a terület, amit ott néztünk, az lápos. Szóval a nagy kérdés az az, hogy ha most kiássa az ember, akkor elképzelhető-e az, hogy megáll a víz és kialakul valami tó, hogy ne mondják, hogy az eső. Úgyhogy itt a víz érdekes, mert azért ez színáros, meg hát gondolom a halak ezt szereti. Úgyhogy a fene tudja. Nem tudom, vannak kacsák, meg mit tudom én, itt a halak ott pampognak. Ugye? Hát fene se tudja, hogy igazából mi itt az okosság. Az a rész, ott lakni abba a házba, abba semmiképpen nem lehet. Azt mondja, a szemben lévő gágyi kijött, és mondja, hogy már izé, vagy a három tulajdonosa volt most, mióta ők ott laknak is. Hát vizes az egész környék. Na jó, van, majd beszélünk, csáv!